Szevasztok és sziasztok, én Saláta 2000. Szerintem nem leszek olyan menő, mint a nagyok. De azért húzva sem leszek, voltam vagy bajok. De valamit kéne csinálni, mert mindjárt megfagyok. Van egy pár ötletem, de abból nem sok van. Bemegyek a sarokba, mert ott 90 fok van. Júj, de poénos, kedvembe vagyok. De remélem, hogy érted, 90 fokos sarok. Mert elég a poénból, térjünk át a gameplayre. A Roblox-szal kezdeném, azért mert miért ne. Remélem attól, hogy nem jó a minőség. Lesz feliratkozó, és egy jó közönség. Nem flex, szennyfájt is kivittem elsőre. Csak azért mondom, mert hogy tudjad előre. De nem voltam annyira jó benne. Őszintén kevesebb hibám is lehetne. Na de a következő legyen a Minecraft, nem. Nem a World of Warcraft, na a Minecraft-ban nem jutottam messzire. Igazából nem jutottam semmire. De van még egy játék, ne hozzuk fel a tényeit. És az nem más, mint a Getting Over It. Szerintem sokan ismerik, nem egy olyan jó játék. És ha nem sikerül jól, az nem ön szándék. De bocsánat, hogy ennyit spoilereztem. De eddig még csak a nagyokat említettem. Ott van például még a szerencsés Lucky. Folytassuk vele, mert ő eléggé lucky. Luckey, rólad mit is mondjak? Ha látod ezt a videót, mondd meg, hogy vagy. Te egy eléggé jó YouTube-os vagy. De az is lehet, hogy csak egy bot vagy. Kérlek, ne vegyétek komolyan a YouTube-osokról mondott dolgokat. Inkább iratkozz fel, és megoldjuk minden gondodat. És ez még nem volt minden Luckeyről. 600 ezer feliratkozót kapott az Istentől, ami eléggé egy nagy számnak mondható, az enyém hozzá képest egy kis trolltartó, igen, szinte csak egy kis trolltartó, az enyém hozzá nem fogható. De mi felépíthetünk olyan magasra, én nagyon hiszek a Saláta csapatba. És amíg itt év múlva se lesz semmi, legalább megpróbáltam és a lényeg ennyi. Legalább egy páran láttak engem, és voltak akik hittek bennem. Azoknak annyit mondok szépen, én hittem bennetek legfőképpen. S ha te is hiszel magadban, mindenre képes lehet. Még az is lehet, hogy legutoljára te nevet. Csak így magadba én is hiszek benned. Hisz a célod ért és okozd fel a neved. Ez kicsit elmélyedt. Na de térjünk vissza a nagyokra. Szerintem amúgy én ugrok nagyobbra. De vegyük őket külön, Dani meg Benny. Esőnek Bennyvel fogjuk kezdeni. Két hónapja nem raktál fel új videót, és mégis kaptál 400 ezer feliratkozót. És remélem egyszer fogunk együtt videózni. Te vagy a kedvenc videósom és maradsz ennyi. Na jó, Daniról még mondunk egy pár valamit, de aztán békén hagyjuk a YouTube-osok tényeit. De mit kéne Daniról mondani? Ügyes, sportos, hát ő, Dani. Na de még el sem mondtam, miért Saláta 2000 a nevem. Inkább még el sem mondom, majd csak egy kérdez fel lelekben. És akkor sem mondom el mindenképpen, hanem majd csak ha benne lesz egy kérdésben. Na de ennyi lett volna, ez volt az első rappem. És még gyors döntök egy világrekordot a gyors rappelésben. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez így jó. Egy másodperc alatt mondtam 10 szót, de ezzel nem elégszek, meg akarok még valamit. Úgyhogy készülj fel, jön egy double time rap, és hidd el nekem, hogy ez nem egy trap. Az
gondoltam, hogy ez nem egy stabil time lesz, hanem inkább egy 300 vagy egy perc alatt challenge lesz. Mert ugye már volt 6x4 évvel ezelőtt, de arról lemaradtam, de akkor még egy repet ölt. Igen, tudom, sokan nem tudnak repelni, de egy próbát azért kéne nekik adni. Ha valaki megpróbálja, akkor annak sok sikert, de nem kell megpróbálnod, ha nem hívtak ki téged. De valahogy nem rimmelnek a sorok, mert várj egy kicsit, mindjárt beszólok. Hey, nem rimmelnek a sorok, hogy jár már ezek, mert vagyunk romkorok. Sokkal nehezebb ez a challenge, mint ahogy gondoltam. Tehát most már ez van, ezt választottam. Amúgy, ha nem értenétek a challenge lényegi, egy egyperces repnek illetve 300-hoz szövegi. Kések erre felnőttek, és hát 300-hoz repet egy percet, és igyekezik a helyedből, meg legyen a feladat. Na felénél tartunk, és nekem már nem jut eszembe semmi, de elmegyek a boltba, mert itt néha fit kell venni. Nem, amúgy nem megyek a boltba, azt csak úgy mondtam, de hogy rimmeljenek a sorok, azért én már szóltam. Nem tudom, hogy a sorok most már rimmelnek, de lassan már nem jut semmi se az eszembe. De igyekeznem kéne, mert közeleg a vég, amúgy zöld a fű, és kék az ég. És ha nyomtál egy lájkot, akkor tetszik ez a rap, és akkor iratkozz fel is írd a kommentbe, hogy trap. Nem biztos, hogy ez így van, de én ezt így gondolom, a szavakon is elég van, hogy őket nem számolok. Hívom Szilárd Kémplétánt, hogy Tatislá ki, ha nem csináljátok meg, nem kaptok csak ki. Tudom, hogy azt akarod, hogy hosszabb legyen ez a rap, tesó, de ennyi lett volna, diszlát és hello. Ja, kell még öt szó.